Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit meg szerettem volna nektek csinálni, viszont egy kicsit később, de annyira sokan írtatok nekem ezzel a hajtípussal kapcsolatban, hogy arra gondoltam, hogy minél hamarabb megcsinálom nektek. Ha követtek Instán, akkor biztosan láttátok már, mostanában elég sokat hordom így a hajam. Hivatalosan hablány hullámnak hívják ezt a frizurát, és van erre egy külön eszköz, ami így néz ki. Nem fogom megfogni, mert már be van dugva és nagyon meleg. Elmondok nektek egy baromi nagy titkot. Én ezt a hajsütőt Aliról rendeltem 5000 forintért, vagy valami ilyesmi. Lehet kapni Magyarországon is, boltokban is, és nyilván webáruházakban is, viszont 15 környékén kezdődnek, és nekem nagyon nem tetszettek. Ha jól láttam, akkor kisebbek is ezek a kis kúpok, amik ugye itt vannak benne, illetve fordítva nyílnak, ha minden igaz. Barbie-nak van azt hiszem egy itthoni gyártmány, és az nem így működik. Mutatom, hogy mi a trükk. Ahogy lenyomom, ezek a kis kúpok, látjátok, vagy csövek, vagy hívjuk, ahogy szeretnétek, kinyílnak, és ez a laposabb része ott marad. Ide fogod be a hajad, vársz pár másodpercet, és kiengeded. Természetesen meg fogom mutatni, hogy hogy működik. Ahogy látjátok, az egyébként 25 millis talán. Na, azok, amiket Magyarországon lehet kapni, úgy működnek, hogy akkor van nyitva, amikor így áll ez a kis csipesz, és amikor benyomod, akkor csukódik össze. Mondtam, hogy azt nekem nem köszönöm szépen, úgyhogy igaz, hogy vártam majdnem egy hónapot, mire megjött Aliról, de azóta rengeteget használom, és nagyon sokan megdicsértétek, úgyhogy köszönöm szépen. Gyorsan pár szót a hajamról, utána kezdjük is el, és majd közben még mesélek nektek. Elsősorban elég hülyén néz ki a hajam, ugyanis közel sem frissen mosott, és be volt gönderítve. Egy picit ráegyenesítettem, nagyon egészségesen, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy hogy is kell csinálni, ne csak ide üljek a kész hajjal. Viszont látjátok, nem egyenesítettem ki teljesen, csak nagyjából. Pár dolog, nagyon sokan kérdeztétek, hogy milyen sampont használok a hajamra, hogy nem sárgul. Ezt a lila sampont szoktam használni, viszont csak minden második mosásnál körülbelül, és általában hetente egyszer mosom a hajam, úgyhogy tényleg nem sűrűn használom, viszont annyira erős, hogyha egy picit tovább hagyom rajta, akkor simán be is tudja lilítani, úgyhogy vigyázni kell vele. És a kezetek azonnal lila tőle, úgyhogy gumikesztyűs hajmosás. Továbbiakban elkezdtem, képzeljétek el, itthonra Olaplex krémet használni, azt hiszem a 4-es számú. Minden linket leteszek nektek leírásba, és nagyon tetszik. Nem biztos, hogy most annyira átadja egyébként a hajam, de baromi egészséges, és nagyon-nagyon szépek a végei. Kifejezetten tetszik mostanában a hajam. A másik, amit meg szerettem volna nektek mutatni, tudjátok, lehet, hogy nem tudjátok, ha Instán követek, akkor látjátok, kaptam egy Douglas kalendáriumot, adventi kalendáriumot, és a mai napban volt, képzeljétek el, egy ilyen száraz sampon, hajtőemelő, úgyhogy ezt ki is próbálom, mert egyértelműen szüksége van rá a kis fejemnek, úgyhogy mögöttetek van a tükör, kicsit kihajolok. Úristen, de erősen fúj! Elrontottam a száraz sampont. Lehet, hogy nem vagyok ma a toppon? Nem szeretném túlzásba vinni, mert egyébként holnap hajat kell mosnom. Csak a videó kedvéért ki szeretném próbálni, hogy megnézzük, hogy mi a helyikó. Olyan hülyeségeket mondok ma egyébként, hogy az valami hihetetlen. Oké! Okay. Egyébként érzésre full jó. Nyilvánvalóan várni kellene még vele egy kicsit, hogy kifésülgessem. És egyébként szerintem ehhez a hajtípushoz nem feltétlenül szükséges, hogy frissen legyen mosva a hajad, mert valahogy mindig jól néz ki. Természetesen ugyanúgy, mondom, amúgy ebben a videóban még nem mondtam el, nem vagyok fodrász, úgyhogy ha valaki fodrász és nem ért egyet azzal, amit csinálok, vagy szerinte nem csinálom jól, akkor bocs, nekem tetszik, és tök elégedett vagyok azzal, ahogy sikerül, úgyhogy én már boldog vagyok.
Szóval természetesen ugyanúgy, mint ahogy egy halsütővasnál is többféleképpen meg tudjátok csinálni a hajatokat, ezzel a kis szerkezettel is többféleképpen meg tudjátok csinálni. Amikor először csináltam, akkor viszonylag sokáig hagytam rajta a kis sütővasat, és nagyon-nagyon-nagyon hurkás lett, és nem feltétlenül azt szerettem volna, jobban érdekelt az, hogy hullámos legyen. Úgyhogy amikor másodjára csináltam, akkor sokkal kevesebb ideig hagytam rajta a hajamon, és az úgy nagyon bejött, és azóta is úgy csinálom. Semmi extrát nem szoktam egyébként csinálni. Hajmosás után, amíg nedves, még szárítás előtt Olaplexet teszek rá, a krémet, hővédőt, a végeit már akkor is nagyon-nagyon picit még pluszba beszoktam olajozni, körülbelül ennyi. Tényleg nem szoktam sok mindent rápakolni a hajamra, és utána körülbelül ráteszem az elsőt, ennél nem nagyon szoktam nagyobb szekciókat csinálni, mert nem fér el benne. És hogyha figyelitek, mindig amikor a következőbe rakom, az előzőnek a második hullámját kihasználva beleillesztem. És így nem fog megtörni a vonal. És hogyha ennyi van a végén, azt nem szoktam már belerakni pluszba. Nagyon sok cucc van most már a hajamon, tekintve, hogy nincs frissen mosva. Nem a haja még, csak a termékek gőzölögnek ki belőle. A kedvencem egyébként ez a haj felkötve. Szerintem baromi jól néz ki. Egy jó magas cokba, úristen! Picit szoktam felfele nyomni, miközben a következőre megyek le. Ne húzzam ki rögtön, amíg forró. Látjátok, arra se figyelek egyébként, hogy egyenesen álljanak a kis hullámok. Csak nagyjából. Egyik oldal kész. Természetesen egyébként, hogyha nektek nincsen eredetileg is göndör per hullámos hajatok, akkor hagyjátok rajta tovább. Nekem nagyon-nagyon jól tartja a hullámokat a hajam. Ez a haj négy napos, talán. Az is nyilván a hajsütőnek a kapacitásától függően rátok van bízva, hogy mekkora tincseket szedtek le. Minél kisebb a tincs, annál humlámosabb lesz. Végeket mindig megpróbálom minél kevesebb ideig benne hagyni. Csak éppen, hogy egy picit hullámos legyen, minél kevésbé károsítsuk. Nekem sokkal kényelmesebb úgy, hogy nem kell folyamatosan nyomva tartani, miközben süti. De nyilván, hogyha nektek az jön be, hogy végig tartsátok, akkor itthon is tudtok venni. Nagyon szeretem halsütővel is besütni a hajam, viszont ez annyira egyszerű. Valamilyen nagyon tetszik most ez a nagyon laza, hullámos haj, amit halsütővel sose tudsz elérni, mert mindig valahogy egy kicsit túl tökéletes, legalábbis nekem. Vagy csak egy ilyen fodrászati beszárításnak néz ki, vagy túl tökéletes tincsek lesznek mindig. És nagyon belőttnek tűnik. Ami nem baj egyébként, azt is szeretem, de... Most ez van, kedvem. Oké, kicsit szerintem megint túl sokat beszélek, feleslegesen a semmiről, úgyhogy nézzétek meg timelapse-ben, ahogy befejezem a hajam. Na,
így néz ki frissem. Általában meg szoktam várni, hogy kihűljön. És miután kihűlt, csak nagyjából össze szoktam rázogatni az ujjaimat, picit átfuttatom rajta. Ha éppen olyanom van, akkor fújok rá egy kis fényt, vagy egy kis valamit, amit úgy érzek, esetleg egy kis olajjal átmegyek rajta. És ez szépen igazából magától be fog állni olyan nagyon természetesre, nagyon lazára. Nyilván frissen mosott hajon, ami ennyire sem olajos, mint most az én hajam. Sokkal-sokkal jobban megmarad. Viszont ezen kívül egyébként van egy olyan opciótok is, hogy átfésülitek fésűvel, és jó lett volna, hogyha ezt akkor mutatom meg, amikor még egybe vannak a kis tincsek, ugyanis amikor egybe van a tincs, és azt egy viszonylag laza fésűvel átfésülitek, akkor meg tudjátok azt csinálni, hogy szinte az egész hajatok egy összefüggő hullámba van. Ez így egy kicsit oroszlánosra sikerült. De a lényeg az, hogy összességében szerintem baromi jól néz ki ez a haj. Akár 5, akár 15 ezerért vesztek, vagy többért, szerintem baromira megéri. Nagyon-nagyon sokat használtam, már így is, és biztos rengeteget fogom. Időben egyébként nem sokkal kevesebb, mint hogyha egyesével tekergetném fel a hajamat egy hajsütővasra, viszont valahogy egy sokkal lazább, vagányabb hatása van. Megpróbálom nektek megmutatni így is. Egy nagyon laza, picit hullámos, olyan természetes hatása van. Úgyhogy így néz ki, így készül, semmi ördöngőség nincs benne. Ez egyébként szerintem olyan, hogy nem nagyon tudjátok elrontani. Hogyha egy kicsit keszekusza lesz a hullám, akkor az is hozzáad a természetes hatáshoz. Ha tökéletesen sikerül, akkor legyetek büszkék magatokra. De ennyi. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni, és remélem, hogy tetszett a videó. Hogyha igen, akkor dobjatok nekem egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is. Az Instán mindig lent van a leírásban, és ott láthatjátok azokat a képeket, amit ilyen hajjal készítettünk Barbival. Még egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!